Szakemberek szerint a 2022-es az évszázad egyik legmelegebb nyara, és egyben éve is volt. A téli időszak azonban behozta a lemaradást csapadék szempontjából, aminek köszönhetően a földeken el tudták végezni a talajmunkákat, és az őszi vetések is szépen megindultak. Az enyhe időjárás miatt azonban a megszokottnál korábban kezdtek el fejlődni a növények, és a kártevőket, betegségeket sem gyérítette a hideg. Nagyon érdekesen alakult ez az április hónap, mert ugyan mindegyik hónap, az idei hónapok is melegebbek voltak az átlagnál 2 fokkal, 3 fokkal is, ez a március is, de rettenetes rapszódikus, mert fagyok is voltak, de 20 fok fölötti hőmérsékletés. És hát ez egy kicsit kicsalta a növényeket, ugye, ami mondom még egyszer, túl korai, illetve nem egészen szerencsés, hogy nem volt hozzá hideg. Minden esetre a munkákat nem hátráltatta, és a mostani esőzések is bizakodásra adnak okot. Kővári László szerint most sokkal nagyobb gondot jelent, hogy rengeteg gabona a tárolókban maradt az ukrán import miatt. Megakadt Magyarországon, illetve Közép-Európában, pedig ez az afrikai részre volt szánva. Úgyhogy hát itt most próbálnak uniós szinten is az agrárosok egyeztetni valamilyen szinten, hogy megmentsék a gazdákat attól, hogy gond legyen, mert sokan vannak, akik mondom még egyszer nem kapták meg, nem tudták eladni, vagy nem akarták akkor még eladni, és most már bizonytalan, hogy mikor és milyen időszakban fogják tudni eladni. Nagy István agrárminiszter a napokban jelentette be, hogy a kormány új intézkedéseket vezet be, és még szigorúbban ellenőrzi majd az Ukrajnából a szolidaritási folyosón érkező gabonát, hogy az ténylegesen eljuthasson az eredeti célországokba.